Hogyan látja a baromfihús árának jelenlegi állását, és várható-e emelkedés, kérdeztük Domján Sándor főmérnöktől. Hogyan látja a baromfihús árának a jelenlegi állását, és várható-e emelkedés? Ami számunkra nagyon biztató, és ez a legfontosabb, hogy Magyarországon a magyar vevők nagyon jó minőségű, nyomon követhető baromfihúshoz tudnak hozzájutni. Ennek természetesen ára van, nagyon sokrétű ez a kérdés, a technológia, a genetika, a takarmányárak, az energia, a szállítás, költség, nagyon sok minden befolyásolja, és véleményem szerint a magas szintű magyar mezőgazdaságnak köszönhető az, hogy ugye ebben az évben a statisztikai hivatal szerint egy átlagos 3%-os drágulás volt csupán a baromfihús piacán, holott az input anyagok ennél lényegesebben magasabb százalékban drágultak. Én ezt a magas szakai színvonalnak tudom be, hiszen ha nézzük az ablaktakarmányok árát, drasztikus áremelkedést tapasztalhatunk, ha nézzük az energia árát, drasztikus áremelkedés. Mi most itt kín vagyunk a napon, a csirkék sokkal jobb hőmérsékletű légkondicionált istállóban vannak, hiszen úgy tudjuk azt elérni, úgy tudják a termelők azt elérni, hogy ma már olyan takarmányfajlókat tudunk fölmutatni, amely 10 évvel ezelőtt még hihetetlen volt, a science fiction kategóriába tartozott. Ez ugye azt jelenti, hogy mennyi takarmányból tudunk 1 kg élő húst előállítani. Egy nagyon örvendetes dolog, és ez főleg exportpiacokon erősítheti a magyar baromfi helyzetét, és egy kicsit ezért normalizálhatja az itthoni árat, hogy hazánk visszakapta a baromfi influenza mentességet. Ez egy nagyon lényeges minősítő elem, hiszen az exportpiacok így nyílnak ki a magyar termékek előtt, és nem tudom, köztudott, nem köztudott a nézők előtt, de mi magyarok a csirkének azt a részét szeretjük inkább fogyasztani, amit Nyugat-Európa nem. Tehát a csont melletti húsok, a combja-combjatöve, a háta, a szárnyatöve, a legízletesebb húsok számunkra, a legkevésbé ízletes a csirkemell, amit viszont Nyugat-Európa szeret. Egy fejlett élelmiszeripar ezt megfelelően szét tudja választani, és így tudja ellátni a piacot. Ez nem azt jelenti, hogy nem eszünk csirke mellett, hogy ne ennénk, hiszen szerintem minden étterem étlapján, minden gazdaasszony heti menüjébe szerepel a csirkehús, és helyén való is, hiszen egy nagyon egészséges húsról beszélünk. El tudtuk azt ma már érni, hogy a modern hibridekkel igen jó körülmények között nagyon finom és biztonságos húst állítsunk elő, és csak ennyi áremelkedést kellett ebben az évben realizálni. Ez sajnos nem jelenti azt, hogy a jövőben nem fog emelkedni, de ez már nem a magyar termelőkön fog múlni, hiszen mint ahogy a gabonár piacát sem mi mozgatjuk, a húspiacokat sem mi mozgatjuk, és hát igen, azokban az országokban, ahol az ár gyakorlatilag a világon eldől, itt gondolok az Egyesült Államokra, vagy az amerikai kontinensre, illetve a Távol-Keletre, ott nem mindig abban érdekeltek, hogy ez a biztonságos magyar csirkehús legyen versenyképes, hiszen mi megfelelünk minden új uniós előírásnak. Nekik, ha jól átgondolom, semminek nem kell megfelelni ezek közül, tehát ez már egy jelentős költségcsökkentő tényező. De én nem is kérek abból a húsból, én inkább, ha még drágulna is, a magyar csirkehúst akarom fogyasztani. A jelenlegi tartás technológia ön szerint hosszú távon alkalmas-e? Alkalmas lenne, de nem mindenben felel meg a legújabb előírásoknak. Már céloztam rá, hogy az unión belül egyre szigorúbb előírásoknak kell megfelelni. Ezek részben gazdasági szempontúak, részben állatjóléti szempontúak. Növelni kell a egy állatra jutó négyzetmétert, növelni kell a levegőminőséget, javítani kell a levegőminőséget. A takarmányban mi magunk nagyon helyesen a GMO-mentességre törekszünk. Éppen ezért mögöttem például egy ciroktábra látható, ami kukorica kiváltására is alkalmas, esetlegesen, hát ez is évtől függően, árviszonyoktól függően, de olcsóbban, gazdaságosabban, és sorolhatnánk még nagyon sok más takarmány alkotó elemet is.
amelyet sikerül beemelni a baromfiak takarmányozásába, mindezt azért, hogy a nem romló takarmány felhasználás mellett olcsóbban tudjuk előállítani, és mindig ízletesebben a csirkének a húsát. Hát most éppen ugye kérdezte a technológiát, most éppen afele haladunk, egy újabb előírásnak kell megfelelni, nőni fog a négyzetméter, az egy csirkére jutó négyzetméter. Bizonyos tartási módokat most már betiltanak, a régi többszintes kettőszintes tartási, és a többi, és a többi. Na most ugye ez mind beruházás igényes, a beruházás pedig pénzigényes, költséget növel, mely költséget természetesen a termelő nem azonnal hárít át a vevőire a terméken keresztül, de több év alatt neki is meg kell, hogy térüljön, hiszen hogyha ő úgymond nem marad életben, nem tudja folytatni a gazdasági tevékenységét, akkor mi pedig el fogjuk feszíteni a nagyon jó minőségű, nagyon jó ízű magyar baromfi húst.